Következő kérdés így szól, ha tartósan megőrül egy kiadásra szánt ingatlanod, van-e e célra elkülönített pénztartalékod a havi törlesztő részlet finanszírozásához? Nos, nyilván az ilyen esetekre mindig rendelkezni kell egy bizonyos készpénztartalékkal, legalábbis erre kell törekednünk, hogy rendelkezzünk. Na most az élet azért néha csinál érdekes dolgokat, korán sem biztos, hogy ezt minden esetben meg lehet tenni. Ugye két dolog miatt, főleg amikor valami hihetetlenül jó lehetőség adódik, akkor az ember minden tartalékot mozgósít, és hát akár az ilyen célra félretett összegekhez is hajlamos hozzányúlni. Másrészt pedig valóban az élet hozhat olyan eseteket, amikor a vártnál hosszabb üresen állási tényezővel kell kalkulálni. De ugye, hogy megválaszoljak erre a kérdésre, nyilván nekem is vannak tartalékaim, illetve törekedni kell arra, hogy ilyen tartalékaink legyenek. Én azt mondom, hogyha egy olyan tartalékkal rendelkezel, ami 3 havi törlesztő részletet fedez, akkor az már itt a mai piacon egy elégséges védelem lehet. Most a másik dolog, amit azért én látok a saját ingatlanjaimnál, a lakó ingatlanjaim ebben a pillanatban is 100%-ra ki vannak adva, és hogyha visszatekintek több évre visszamenőleg itt az elmúlt évek gazdasági nehézségeivel tarkított időszakot is és figyelembe veszem, akkor is azt mondhatom, hogy a lakó ingatlanjaim talán egy nagy alapterületű lakás kivételével egyetlen egy napot sem álltak üresen, úgy meg tudtuk oldani a menedzselését, mondjuk egy 5-6 évre, ha visszatekintek. Az üzleti ingatlanoknál ott már egy picit másabb a helyzet. Az irodáinknál, üzlethelyiségeimnél ott volt egy komolyabb üresen állási tényező, illetve egyik másik ingatlannál csökkenteni is kellett a bérleti díjat. De szerencsére azért egy jó menedzseléssel egy pár hónap alatt sikerült a megőrült irodánkat újra feltölteni. Ilyenkor az ember nem tud más tenni, mint hogy lentebb megy a bérleti díjjal, és miután normalizálódott a gazdaság, akkor utána újra elkezdünk emelgetni. Mivel hosszú távra veszel fel hitelt, gondolom 10-30 év, bérbeadásra szánt ingatlan finanszírozásához, a futamidő lejárta végén nem lesz több a karbantartás, festés, javítások és felújításra, mondjuk 15 év után teljes felújítás szánt összköltség, mint az addig befolyt összbevétel. Jó a kérdés, valóban hosszú távú hiteleket veszek fel. Én 10 és 20 év közötti futamidővel finanszíroztatom az ingatlanjaimat. Van olyan, ami 4 év múlva tehermentes lesz, van olyan, aminek még 20 év van hátra ahhoz, hogy tehermentes legyen. Na most itt egy nagyon fontos dologra azért fel szeretném hívni a figyelmet. Tehát amikor ugye bérbeadással hasznosítunk egy ingatlant, akkor az a célunk, hogy ezek az ingatlanok jó karban legyenek tartva. Tehát számra elképzelhetetlen, hogy a bérlőm lelakja ezeket az ingatlanokat. Tehát amikor én bérbe adok egy ingatlant, akkor frissen, kifestve, itt a berendezések, műszaki dolgok abszolút működő képesen kerülnek átadásra, és amikor visszaadja nekem a bérlőm a lakást, akkor is azt kérem, hogy frissen kifestve, és nyilván ugye itt a rendeltetésszerű használaton kívül, bekövetkezett kopáson kívül normális állapotban adja vissza azokat a berendezéseket és egyéb cikkeket, amiket átadtunk az illetőnek. És egy ilyen esetben, amikor bérlőváltásról van szó, mindig leszoktuk vonni a kaucióból
azoknak a felújítási, fejlesztési költségeknek az összegét, amire szükség van, és a következő bérlőnek a lakást majdnem, hogy ugyanolyan állapotban adjuk bérbe, mint ahogy a lakás legelső bérlőjének adtuk. Azért mondom azt, hogy majdnem ugyanolyannak, mert nyilván amikor az adott lakás első bérlője úgy költözik be egy lakásnak, hogy új bútorokkal kapja meg, azt azért másodjára mondjuk egy 3 év elteltével már nem biztos, hogy lehet reprodukálni, de mondhatom azt, hogy újszerű bútorokkal és gépekkel kapja meg a lakást. Így aztán én egy pillanatig sem tartok attól, hogy letelik a futamidő, és a végén egy komoly beruházásra kellene költeni a lakás esetében. Vannak olyan lakásaim, amik közel 100 éves társasházakban vannak, vannak olyanok, melyek újépítésű lakásokban vannak, belülről ugyanúgy néznek ki, ami pedig a külső felújítást igényli, az nyilván a társasháza közös költségből fedezi.